Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket évközi második vasárnapon, amikor a Szentmise kezdőéneke így szól hozzánk, az egész föld téged imádjon és magasztaljon Istenünk, nevedet énekel, dicsérje, fölséges Urunk. Mindig fontos, hogy tudjuk a mindenható Istent dicsőíteni, dicsérni, mert akármi is érjen bennünket az életben, öröm vagy bánat, mindenható Istennek a mi gondjaink, igen aprócskák, tud és akar is segíteni nekünk. Ezért fontos, hogy mindig bízzunk az ő gondviselő szeretetében, és így tudjunk neki hálát adni mindig mindenért. Ebben a legszentebb áldozatban imádkozunk születésnapjukat ünneplő testvéreinkért, ifjabb Szaucki Szergeiért, Drozdova Alexandráért, és valamint Dénesért és Doriánért, akik a napokban ünneplik 5. születésnapjukat. Isten áldását kérjük az ő életükre. Egy család hálát ad Istennek, egy dédnagymama hálát ad Istennek, dédunokájáért. Egy édesanyja kéri az Isten segítségét gyermekeire. Egy nagymama kéri Isten segítségét családjának. Egy édesanyja kéri gyermekeire Isten áldását és segítségét. Imádkozunk még Balogh Sándor testvérünk felgyógyulásáért, valamint elhunyt testvéreinkért is. Pősze Imre és Neje Anna, a román család elhunyt tagjaiért, Molnár Miklósért és szüleiért, idősebb Lukács Sándorért, Szamai Annáért, Schuller Pálért, Nejéért, Veronkáért és a család többi elhunyt tagjáért, valamint Kriczki László Árpádért. Hallgassa meg az Úr kéréseinket, hálaadásunkat, teljesítse jóságosan azt, amire a szívünk vágyik, hogy tiszta szívvel tudjuk mindezeket oda tenni a mindenható Isten elé. Vizsgáljuk most meg lelkiismeretünket, és bűnbánatban tisztítsuk meg szívünket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vérjeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és gyorsasztással. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
testvéreink. A lelki adományok ugyan különfélik, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélik, de az Úr ugyanaz. Sokfélik a csodáját is, de Isten, aki mindenben mindenkihez visz, ugyanaz. A lélek ajándékai mindenki azért kapja, hogy használja vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a hibás adományát ugyanattól a lélektől. A harmadik a hibát kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a lélekben. Van, aki csodaterő van magunkkal, van, akinek a profétálás képessége, vagy a szellemek elvilágása nyugosztára részül. Más különféle nyelven adományát, vagy pedig a nyelv értelmezését nyeri el valamelyikünk. Mindez azonban egy és ugyanaz a lélekünk, tetszése szerint osztva kinek-kinek. Ez is egy az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim Krisztusban, milyen jó nekünk, mert hogy olyan Istenünk van, aki keresi a velünk való találkozást, aki akar velünk lenni, aki akar szóba állni velünk, aki akar köztünk lenni, részt venni a mi életünk eseményeiben, úgy az örömeiben, mint a fájdalmaiban.
És milyen jó az, hogy ez a szeretet Istené, ami gondviselő Istenünk, emberként közénk jön, és mindenben részt vesz, és minden magára vállal, kivéve a bűnt, a rosszat. És mindig párbeszédet kezdeményez az emberrel. Az imádság is tudjuk jól, hogy nem más, mint párbeszéd, beszélgetés a mindenható Istennel. Elmondom az imáimat, meghallgatom azt, amit a mindenható Isten nekem mondani akar, válaszolok, ő megint szól hozzám, és így tovább. Rajtam múlik, hogy mennyi időt szánok erre. A mai esemény is, az Úr Jézus Krisztus első csodája is egy ilyen párbeszéd, Isten és ember között. Mert a mindenható Isten különféle módon szól hozzánk. És a legszebb és a legtökéletesebb, mondhatnánk így is, az a mennyegzős lakoma, nem véletlenül mondja az Úr Jézus Krisztus az Isten országát mennyegzős lakomához, hasonlítva oly sokszor beszédeibe. Mielőtt azonban rátérnék arra, amit az Úr Jézus Krisztus mai evangéliumban velünk közölni akar, hagyj emeljek ki egy szép és mindannyiunk számára meghatározó példát. Az Úr Jézus mellett ott vannak a szolgák, akikről szeretnék néhány gondolatot mondani. Azt mondja Jézus a szolgáknak, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel. Az Úr Jézus nem mondja nekik, hogy mennyit töltsenek meg, nem mondja azt nekik, hogy meddig töltsék meg. És mennyire szép példa az, hogy ezek a szolgák az összeset megtöltik. És nem félig, nem háromnegyedig, hanem teljesen tele. Mert hogyha egyel, kettővel kevesebbet töltöttek volna meg, vagy csak félig töltötték volna, akkor az Úr Jézus annyit változtatott volna át ezért a finom borrá, hogy halljuk az evangéliumban. Milyen szép az, hogy mindent megtesznek, hogy mindent odaadnak. Hogyha én az életemben valamit adok oda, akkor az Úr azzal tesz csodát. Hogyha többet adok oda az életemből, azzal tud csodát tenni. Hogyha az egész életemet mindenestől rámerem bízni és oda merem adni, azzal tud csodát tenni a mindenható Isten. De ha valamit megtartok magamnak, azzal az Úr nem kezd semmit. Nem tud mit kezdeni, mert magamnak őrizgetem. Ezért fontos, hogy mindenemet merjem rábízni, mindenemet merjem odaadni, hogy azzal tegyen csodát, és úgy, ahogy ő akarja, hogy hallgassunk égi édesanyánkra, ahogy mondja a mai evangéliumban, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ez az üzenet nekünk szól, neked és nekem, és mindannyiunknak, hogy tegyünk meg mindent, amit csak mond. És amikor ezeket a gondolatokat kimondom, hogy tegyünk meg mindent, azért valahol a szívünk mélyén, képzeletben a mellünket verjük, hogy bizony mennyi mindent nem tettünk meg, amit nekünk mondott az Úr. Mennyi mindent elmulasztottunk, és mennyi minden vár még ránk. De milyen szép az, hogy nincsen elrontott élet, és nincs olyan élethelyzet, amiből ne lehetne megtérni, jobbra, igazabbra, szentebb felé fordulni. És az emberi találkozások közül a legszebb a lakoma, az asztal közösség, a fehér terített asztal, ahol könnyebben alakulnak ki baráti kapcsolatok, örömteli együttlétek.
És tudjuk jól, hogy a mi Úrunk is arra törekedett, hogy az emberekkel megismertesse Isten országát. Nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Azt az országot, amely az igazságosság, a béke, a szeretet, a jóság országa. Hogy Isten egyetemes szeretete itt van közöttünk, ami testvérekké teszi az embereket, akiket Isten gyermekeivé fogadott. Ezért fogadta testvéri közösségbe a tanítványait, és náluk, az Úr Jézus Krisztusnál az étkezés nem pusztán szükséglet volt, nem pusztán táplálékfelvételt szolgálta, hanem a bensőséges együttlétre is alkalmat adott. Ezért fogadta el az Úr Jézus Krisztus, akár a farizeusok, a vámosok, a bűnösök meghívását, tért be hozzájuk vendégségbe. Ezért ültette le a 12-t az utolsó vacsora termében, és jelezve előre, kultikus módon az ő szenvedését, halálát és feltámadását. Ezért rendelte, hogy emlékezetére cselekedjék ugyanezet a tanítványai is. Az eukarisztia itt a földön, a mennyben örökké folyó boldog ünnepi együttlétet jelenti és jelzi a hívők közösségében. És amikor hitünk szerint tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az élő meghívás mindannyiunk számára az Istennel való szeretett vendégségbe, ez a meghívás döntés elé állít, ment bennünket, hogy elfogadjuk-e, hogy bekapcsolódunk-e, hogy akarunk-e részt venni, hogy vállaljuk-e ezt, vagy pedig sokunk elkódorog a maga dolga után. Mert az együttlét, különösen a fehér asztalnál jelez egyfajta különleges kapcsolatot, sajátos viszonyt. Jelzi a békés jó indulatot, az együtt és az egymásnak örvendezést, a szívek egymásba fonódását, a közös örömöt jellemzi ez a világ, az asztalközösségnek a világa. És a lakomák sorából különösen is kiemelkedik a mennyegzős lakoma, hiszen tudjuk jól, hogy az ember életének egyik legfontosabb eseménye a házasság. És különös varázsa van a jegyesség, hanvas, tiszta, boldogan reménykedő várakozásának is. És amikor az Úr Jézus Krisztus mennyegzős lakomáról beszél, azt a titkot vallják meg ezek a történetek, azt a varázslatos titkot, hogy Isten maga az, aki Krisztusban, az isteni vőlegényben jegyeseként szeret bennünket, embereket, és akar magához fogadni az isteni szeretet közösségbe. És ezt sejtetik meg már, ezt hirdetik mindannyiunk számára az ószövetségi proféták is, ahogy halljuk Izaiásnál, amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. Pilinszky János szépen szemléletesen így fogalmaz, akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, hirtelen támadt tülekedésben, sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. A vendégség legfőbb szabálya az, hogy az ott lévők ünneplő szívet öltsenek fel, hogy kedvesek egymáshoz, örülnek egymásnak, igyekeznek a jobbik énüket mutatni, a másik felé forduló, a másikkal törődő, figyelmes és szolgálatkész, önzetlen,
és önfelett szeretet a legfőbb szabálya az Isten országának és Jézus új családjának is. Ez az új ember törvénye. Azoké, akiket a lélek tölt be igazsággal és békével. Lehet, hogy különbözőek az adottságaink, lehet, hogy különbözőek a képességeink, ahogy hallottuk a Szent Leckében, de mindegyikünk ugyanattól a lélektől kapta, mégpedig arra, hogy testvéreinek javára használja fel. Így lesz ez az isteni szeretet vendégség, örömteli atmoszférája az egyházban, a megelőlegezése és a prófétai jele annak a boldogságnak, amely az örök üdvösségben vár mindannyiunkra. Hallgassunk mindig égi édesanyánkra, aki az Úr Jézus Krisztushoz, az ő szent fiához, a mi Urunkhoz vezet, és tegyünk meg mi is mindent, amit csak ő mond. Amen. Hiszek az egy Istenben. Megváltunkat, a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy Szent Anyjának közbeni járására tisztítsa meg gyarló emberi természetünket, és tegye egyre nemesebbé. Yeah.
meg bőséges áldásoddal születésnapjukat ünneplő testvéreinket. Add, hogy a veled való kapcsolatuk mindig örömteli legyen, mint a mai evangéliumban hallott mennyegzős lakoma. Vezesd őket azon az úton, amit kijelöltél a számukra. Adj nekik egy boldog, örömökben és szeretetben gazdag, hosszú földi életet. Így imádkozunk ifjabb Szaúcki Szergeiért, Drozdova Alexandráért, valamint Dénesért és Dóriánért, akik a napokban ünneplik 5. születésnapjukat. Hallgass meg, Urunk! Fogadd el egy család háláját, valamint egy dédnagymama háláját dédunokájáért, mint irántad való szeretetük jelét, hallgass meg, Urunk! Hallgass meg testvéreink kérését, akik segítségedet kérik. Áld meg és segíts meg őket minden ügyükben, hallgass meg kéréseiket, ajándékozz meg őket minden szükséges kegyelemmel. Így imádkozunk együtt egy édesanyával, aki a gyermekeiért fordul hozzád, egy nagymamával, aki a családjáért fordul hozzád, valamint egy édesanyával, aki gyermekeire kéri áldásodat, segítségedet, hallgass meg, Urunk! Imádkozunk Balogh Sándor testvérünkért is. Te magad vagy a teljesség, az egészség, ajándékozz meg Sándor testvérünket is, mielőbbi gyógyulással, hogy hálát adva egészségéért, szeretetben, békében élhesse életét, hallgass meg, Urunk! Imádkozunk elhúny testvéreinkért is. Arra kérünk, hogy akiket elszólítottál ebből az életből, ajándékozd meg az el nem múló boldogság örömével. Égi édesanyánkkal és az összes szentekkel együtt a mennyegzős lakoma részesei lehessenek, vég nélkül dicsőíthessenek téged. Így imádkozunk Pősze Imréért és Neiért, Annáért, román család elhunyt tagjaiért, Molnár Miklósért és szüleiért, idősebb Lukács Sándorért, Szamai Annáért, Schuller Pálért, Neiért, Veronkáért és a család többi elhunytjáért, valamint Kriczki László Árpádért, hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, Te a vizet borrá változtattad, borunkat pedig szent véreddé teszed. Folytasd lelkünkben is csodás átváltoztató működésedet, alakítsd érdemszerzővé mindennapi teendőinket, a tiszta szándék és kegyelmed ereje által, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úrunk ezeket az áldozatot, nem énnek kísérletére és kísérségére, mindenkünk és az egész. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teremtetek. Emeljük föl szívünket. Atyánk Istenünk, hogy életre hívtál minket, de sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat, szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre, és ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedete kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek,
és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat, hozzád mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal és Antal püspökünkkel együtt, örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon, ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Amen.
kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Uram, tégy engem a te végéhez kezdődé, hogy ahol gyűlölet van, ahol szeretet, ahol sérelem van, ott a megbocsátás, ahol szétszás, ott a egyetértés, ahol tévedés, ott a igazságot, ahol kétség, ott a hitet, ahol kétségbeesés, ott a reményt, ahol sötétség, ott a világosság, ahol szomorúság, ott a örömet, hogy nem igazt keressek, hanem igazt halljam, hogy nem megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet mutassak, mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsátunk, mert bocsátunk, mikor megadunk, születünk. Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltöd meg serlegem. Könyörögjünk! Istenünk, ára szívünkbe szereteted szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze, Krisztus, a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, jövő héten vasárnap, évközi harmadik vasárnap lesz, szokott időben 11 órától kezdődik a Szentmise, a holokauszt nemzetközi világnapja is lesz, Szentmisében megemlékezünk a holokauszt áldozatairól is. Kedden 11 órától kezdődik a Szentmise, Szent Vince diakónus és vértanú, illetve Boldog Batthyány és Trakman László emléknapján, Magyar Kultúra napján. Pénteken Szent Pál apostol megtérésének az ünnepe, 17 órától kezdődik a Szentmise. Majd a pénteken a Szentmise után felnőtt katekézis lesz, amelyre szeretettel hívok és várok mindenkit ide a plébániára, a Szentmisére is és a Szentmise után is. A felnőtt katekézisre. A mai napon elkezdődik az ökumenikus imahét, ezért a mai szentmisén, illetve majd jövő vasárnap, amikor ennek az ünnepi alkalomnak a záró napja lesz, imádkozunk a szentmisék végén a keresztények egységéért, illetve a hétköznapi szentmiséket erre a szándékra ajánljuk fel. A Magyar Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat január 31 és február 3-a között lelki gyakorlatot tart nagyszőlős magyar nyelven alkohol problémával küszködő emberek számára. Hozzátartozókat is szeretettel várnak. A részvétel ingyenes, jelentkezni lehet január 29-éig Béres Istvánnál vagy Lukács Sándornál. Jövő héten vasárnap megtartjuk majd a beszámolót a tavalyi, a 2018-as évről, mind az anyakönyvi adatokat, mind az anyagi ügyeket illetően, illetve mivel lejárt a képviselőtestületnek a 4 éves tagsága, ezért most ismét képviselőtestület választás lesz. Én szeretném azért a jelenlegi képviselőtestület tagjaiból vállalnák a tagságot továbbra is, illetve a kedves testvérek számára majd kihelyezünk egy ládát, amiben a jelöltjeik neveit el tudják helyezni. Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik a születés vagy a névnapjukat. Most a kicsik megáldása következik.
hogy szíven üssön bennünket az a veszteség, amit szétszakítottságunk jelent. Távoztasd el tőlünk a gyűlöletet és előítéletet, és mindent, ami az igazi egyetértést akadályozhatja. Nézd le kegyesen egyházad hívő bizalmára, és ajándékozz neki akaratod szerinti egységet és békét kegyelmeddel. Amint a föld megszámlálhatatlan kalászából kenyered, a szőlőfürdből pedig borod, az oltáron egy szent áldozati adományjá, Krisztussá a hibátlan bárányjá válik, úgy tégyedjé minket is, akik fiadnak testvérei lettünk a megtestesülésben. Mindnyájunkat, akiket Jézus megváltott, mindnyájunkat, akiket egy keresztségi újjászületés részesített az isteni életbe. Engedd, hogy akik Krisztus nevét viseljük, mindnyájan egyetértésben valljuk meg Urunkat, hogy gondolatainkban egy hit, tetteinkben egy szeretet működjék. Vésd jó szívünkbe, hogy mindnyájunkat dicsőséged egyetlen lakomájára hívtál, és hogy egy kenyérrel és egy lélekkel táplálsz. Engedd, hogy mi, akik a lelkek egyazó pásztorát és vezetőjét követjük, egy néppé váljunk, és egy szívvel dicsőítsük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, küldetésetek van, járjatok békével. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik lelkek vesztébe kerülnek.